Na, annyit, amennyit le tudsz mosni. Jó, még kisebbeket. Egészet felhozom. Egészet? Egészet, ami lentről. Na, gyerünk akkor. Egészet. Jó. Sziasztok! Ismét itt vagyunk, jelentkezünk nektek egy jó kis nyári vloggal, és többször írtátok már Instagramon, hogy mutassak recepteket. Nem erre az avonetre gondolok, ami a kezemben van, ezt a narust már készítem, de lesz kettő tökő recept is a mai vlogunkban, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk. A nyár sem zajlik másként, mint azok az időszakok, amikor a narus oviba jár, mert ilyenkor is mi kellünk előbb a sofival. Akkor elkészítünk neki a reggelit, most már egyébként fönt van, csak ugye a reggeli meséjét nézheti. És falatkákat fért, abonátre teszek sonkát, sajtot, illetve ezek a saját kis terméseink, úgyhogy ebből teszek még neki. Igazából sokkal több paradicsomot eszik, mint falatkát, de talán jobb is ez így. És ilyenkor, amikor fel kell, akkor ki szoktunk menni leszedni az előző napi kis paradicsomot, uborkát, cukkinit, gigantikus cukkinéink vannak, úgyhogy azokat is majd beépítem a receptekbe. Na, hozom a paprikát. Hozzad István király. Nem István király vagyok, hanem az édesanyám. Nem, István király. Na nézd. Ezeket beletesszük ilyen tésztamosóba. Milyen tésztamosó? Mindjárt adom, mert a tésztát leszoktam szűrni, és akkor lemosod benne? Mit? Hát ezeket, hogy tisztát legyen. A paprikát? Igen. A tésztamosóba. Hát igen, kicsit, mert a víz átfolyik rajta. És akkor ez a kis... A paprika is átfolyik rajta. És ez nem fog. Hát én nem tudok. Na, annyit, amennyit le tudsz mosni. Jó, még kisebbeket. Igen? Jó, szerintem ennyi. Így. Jaj, ez még nem puha. De nem baj, is megsütjük. Tudod, megsütjük, akkor is puha lesz. Na, ez így elég. Nem. És most lelétszi. Kert érje a víz, jó? Nehéz? Fogjál már! Nem, várjál. Jó? Jó. Jó, oké. Csere. Mert szépen átveszünk egy másik tába. Miért? Hát azért, hogy legyen hely. Miért leszed, amit sütünk? Most ez komoly? Igen. Na ne szórakozz velem. Tényleg. Na egyéb belőle. Jó? Csak akkor megmostad a másik kettőt, amit nem mostál még meg? Nem. Hát akkor kérlek szépen. Mosással mi lesz? Mindjárt. Finom? Tesszük. Köszi. Gyerek, úgy, jön csak le róla a vizet. Hogy? Nem. Jó. Na figyelj, bekapcsolom a sütőt, 200 fokon szoktuk megsütni. Teszek mellé még egészben fokhagymát is, pontosabban félbevágom, és azt is be fogjuk majd nyomni. Igen, anyukám rosszul mondja. Na, mit mondtam rosszul? Na, hány fokon kell sütni, ha nem 200-on? 80 fokon sütjük, akkor itt süthetjük egész nap. 50-60, 1085. Hol van? Jobbra a fokhagymatárolókban. Ja. Az egészet ide hozhatod, és akkor kiválasztjuk egyik a legnagyobb fej fokhagymát. Ez a kettő. Ez a kettő a legnagyobb közül. Jó, köszönöm. Igen. Fokhagymákat, amiket kiválasztottál, ketté fogom vágni. Oké, vágjuk. És akkor utána... Megsózom. Nézd, anya ketté vágja, ebbe bele kell majd csomagolni, jó?
Hát én biztos, hogy nem tudom, hogy belőle. Hát ezt csak ide ráteszed. Én becsomagolom. Figyelj, ez így ketté vágjuk. Kettővel. Beolíjából akarok ide. Gyere, így. Ez meg így tök jól ki tudjuk nyomni, ezek nagyon szépek. Így egymás mellé teszem. Tegyél rá egy icipici olívaolajat, de emlékszel arra a porszórós játékra? Akkor azt tanultuk, hogy hogy kell kevesebb szórni rám. Na, ugyanez van az olívaolajjal. Jó, hozom a sóborsot. Ugyanem? Már is kell. Két kézzel fog. Jó, oké, elég, köszi. Ez jó lett. Nem sikerült. Ide még egy picit öntünk? Jó. Az sok lett. Sóbors. 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 Anya, ezt most én akarom. Jó. Akkor álljál fel kicsit, mert mi egyszerűbben tekerni. Úgy, másikra is. Szupi. Jó, oké, elég, 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 elég. Pici só. És akkor csomagolhatjuk. Jó, másikra is. Oda? Mindenhol kell tudod. Igen. Köszönöm szépen. És akkor most így becsomagoljuk. Nézd, ennyi gyűl össze, hogy így. Mint hogy egy ajándékot csomagolnál. Úgy, úgy. Szuper, ez mehet ide be. És akkor jöhetnek a paprikuszok, jó? De miért még? Azt majd nyersen felvágjuk így szeletekre rá. Oké? Ez elég lesz, hát látod, mennyi fokhagyma van benne így. De van még benne fokhagyma a spájzban? Persze. Akkor jó, akkor még ráteszem a kedvedért, jó? Csak hogy bevonalaszhasd. Egyébként egyet szoktam beletenni, de hát fokhagymából sosem elég, úgyhogy... Oké? Okay? Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Gyere, vágunk egy tépek. Nem vágunk. Tépek alufóliát. Nem vágunk. Nem értem, hogy vágunk, de oké. Okay. Igen. Na gyere, olívaolaj. Olíva. De két kézzel légy szíves. Jó, csak két kézzel. Álljál fel, légy szimonocska. Igen. Amíg térdelve nem lehet. Igen, lehet. Jó, oké. Okay. Hát. Ez jó puha lesz. De nem tettem. De majd a hőtől oda is fog menni, gyere. Inkább lesz tételek, mert nekem úgy kényelmesebb. Jó. Hát, az nem annyira... Oké. Okay. Jó, szuper, só. Tessék, kérdezem. Jó. Hú, de finom sós lesz ez, szuper. Csomagolhatod kincs. Jó. Na, és akkor most ketté vágjuk a paprikákat. Régebben egyébként egyben sütöttem, csak úgy sokkal komplikáltam, mert most ketté vágjuk őket, utána majd, hogyha megsültek, akkor belegbe be kell őket dúsztalni, és le kell majd húzni a héjukat, akkor a magokat lejöttek. Na mindegy, a lényeg, hogy egyszerűbb, hogyha félbe vágjuk őket, és úgy sütjük meg. Na, azért figyelj, égeli! Kiszedjük ki a magokat. Késsel? Mindjárt késsel kiszedjük a magokat, jó? De ezt így bele kell tenni? Hát megsültük, és utána, ha megsül, akkor úgyis egy picit pihentetjük, és lehúzzuk a héját. De ez kiló, és ez nem tudom bele. De az úgy jó, hogy úgyis kicsit össze fog menni, tekertes. Jó, szuper. Elve a következőt. Na, mehet a sütőbe, gyere! Kinyitod nekem a sütőtejet, légy szó? A lenti. Várj egy picit, várj. Nem, várj egy picit, hadd mondjak valamit, hogy álljál oldalra, hogy a gőz nem menjen rád. Teljesen megütötted. Jó, köszi. És majd nézzünk el, jó? Amíg nem feketedik meg a teteje, addig sütjük, oké? Okay?
Általában kettő lilahagymát szoktunk beletenni, és fokhagymát pedig ízlés szerint, hogy mennyire szeretitek fokhagymásra. Nyilván, ott megsütünk, annak azért egy sokkal krémesebb állaga lesz, és nem lesz annyira intenzív, de én még friss fokhagymából is szoktam szeleteket beletenni. Egy lilahagyma volt a spájzban, hogy gyorsan felváljuk meg a fokhagymát, aztán átadunk zöldségeset, és veszünk még. Megnézzük gyorsan, hogy lettem áll a reggelre? Igen. De mondjuk jó sokat lehet, de ott lent van még, lemászok és adok neked. Vegyünk, Manu? Igen. Na, nézzétek, ennek ki kell kinéznie. Gyorsan beledobáljuk őket üvegtálba. És le kell fedni, hogy könnyebben le tudjuk majd húzni, amikor kihűlt. Teljesen nehogy levegőri. Na tessék, gyorsan, nehogy kijön a meleg, úgy. Tukjuk be az alját. Kész. Szupi. Na, ez kész van. Hát ezt meg kell várni, mert tudod, még leszedjük a héját, és akkor ezeket felvágjuk, rétegezzük be a hűtőbe, és kész is vagyunk! Pacsi! Köszi a segítséget! Na figyelj! Dobhatom? Igen! Oké! Okay. Olyan ügyes, képzeltek el, hogy nyilván nem úszik, de hogy nagyon ügyesen karusszon értem, már el van a vízben és bármit fához. Na mész érte? Próbálok! Egészet szállod. Szegészet? Egészet, ami lent van. Na, gyerünk akkor. Jó. Ügyes. Az ilyen kicsi véket nehéz, de... Tudod, akkor lemegyek, és akkor már elmaradok. Nagyon ügyes vagy! Itt kell, hogy... Ennyire mélyre kell menni, és így. Így kell, és nekem... Nagyon rossz, mert én nagyon mélyen lemegyek még, ennyire mélyen. Ejha! Majdnem lementél az aljára. Most mutatok nektek egy egészséges snacket, amihez mindössze csak 5 összetevő kell, és 10 perc. Jöhet bele egy bögre nagyszemű zappehely. Erre teszem rá a MyProtein cukormentes ugyrókrémét. 2 kanál méz. Az isteni kávés, MyProteines, vegán fehérjeporom. És egy icipici mandulatej. Összedolgozzuk, és utána mutatom is, hogy mi következik utána. Most, hogy kész a massza, áttöltöm egy laposabb üvegtálba, mert ebből könnyen ki tudjuk majd válni hűtés után. Praktikusan ezzel a pici tálnal össze tudjuk nyomkodni, hogy ilyesznek.
vastagsága legyen. Mehet is a hűtőbe egy pár órára. És amíg ez szül, pár információt elmondok nektek, mert akik régóta itt vagytok velem, tudjátok, hogy mint MyProtein nagykövet van egy kedvezményes linkem, ezt a videó alá is beteszem nektek. Ezen egész hónapban kedvezményesen tudjátok mind a ruhákat, mint a táplálékkiegészítőket megvásárolni. Nem is kell kódot beírnatok, egész egyszerűen a linkre kattintva már automatikusan aktiválódnak a kedvezmények, szóval ezt bármikor használhatjátok. Ha visszatérő nézők vagytok, akkor is, hogyha frissen látjátok a videót, akkor is meg tudjátok nézni és tudjátok használni. És ami még nagyon izgalmas, hogy szeptemberben jön a MyProtein egyik leges-leges legnagyobb akciója, az Impact Week. Úgyhogy előre beteltetek a kosárba azokat a termékeket, amiket kinéztetek, nézzetek körül az én Instagram oldalamon, és nézzetek meg az én kedvenc termékeimet, hogy én miket raktam be, miket szerettek, milyen edzőruhákban szoktam edzeni, és akkor azt hatalmas kedvezményet tudjátok megvásárolni, de az Instagramról majd még bővenben beszámolok nektek. Egy másfél órát hagytam pihenni, és most akkor leszedegetem a héját, nem ez a kedvenc részem, de higgyétek el, a végeredményét megéri. Felszedtem gyorsan a vétmérő lilahagynát, utána a fokhagyma és jöhet a rétegezés. Egy réteg sült paprika. Fokhagyma. Mi mondjuk elég fokhagymást leszünk, úgyhogy én sokat teszek bele. Nézd, már elkészült a sült fokhagyma is. Ha szeretnél segíteni, akkor nyugodtan hozd ide a fellépődet. Hozhatom. Belenyomjuk. Most ennek az illatát imádom. Jó, szuper. Kicsi bors. Mindenhol legyen. Másik oldal. Jó, elég. Elég. Olívóolaj. Picit öncsérve. Jó, várj, annyi nem rakott rá lilahagymát. Jujjujjujjujj! Majdnem elfelejtettem, már tele fokhagymáztuk, de hát apának meg a lilahagyma. Ha majdnem elmaradt. Ígyni. Oké, mehet. Szuper, jöhet a következő réteg. Jó, tesszük rá a paprikát. Ezt még betenni a sütőbe? Nem, ezt meg tudod, hova tesszük? Már csak a hűtőbe egy picit, hogy összeérjen, jó? Így rétegezzük. Ezt még betettem. És akkor addig csináljátok így a rétegeket, amíg el nem fogy a paprika. A lilahagymát, illetve a fokhagymát az ízlésetek szerint tegyétek ti is, mi nagyon hagymás leszünk mindent, úgyhogy azért én jól meg fogom küldni. Hát sok kell, mert apának ez elfogy. Igen, apa nagyon szereti. El kell fogyjon az egész. Igen. Az egész el hát kell nem fogyjon. Most, majd még a következő rétegekben. Ezt belenyomjuk együtt? Nem, én egyedül akarom. Ezt egy picit én belenyomom. És akkor ezt itt megfogod. Megfogom. Csak ne esd el, és így nyomd. Ami kijön belőle, azaz. Jó. Szuper. Ezt a fokhagyma lenyelhatom? Lesz, finom, nem csip. Megvan sütve. Ugye milyen fincsi? Csináljuk az uzsit. Ügyes. Akkor meg segít az ebédben nekünk közben. Hát te bicskáddal felvágom a szalonnát, ugye ezt kaptak tőlem, csak köveset használod, ahogy látom. Igen, én nekem mindig a késsel vágom ezeket a dolgokat. Nem tudja, milyen jó. Mert egy igazi székelybicskánál nincs jobb, és ez mindig nálam kell legyen, mert ezt a szép szalonnát is mekkora darabokra vágjam? Hát minél kisebbekre léci. Egy igazi karbonárat készítünk. Igen, én vagyok a kukta, mert ebben én szoktam ezeket a hagymapucolás, fölvágás, és mindenféle ilyen dolgokat csinálni, úgyhogy ebben a nagy precizitásom van. Mióta voltunk a főzőműsorban, azóta azért már én is belemerek vágni főzésekbe is, de a kukta szerep az az mindig az enyém marad, ahogy látom. Fú, de jó lesz. Még mehet, egy picit ellepje. Még. Jó, elég. Ennyi nem elég.
amiből nagyon finom uzsonna lesz. Mehet rá a tető és irányítő. Pár órát pihent a hűtőben, akkor most körbe is vágom. És akkor jön a varázslás. Ez egy picit nehéz része, de mindig ki szokott jönni. Így néznek ki a proteinszeretek, és egy kis mogyoróvallal fogom díszíteni. Illetve én most kókuszreszeléket teszek a tetejére, de ezt aszalgyümölcsel bármi másra is helyettesíthetitek. Így néz ki. Egyébként azt javaslom nektek, hogy elkészítitek, amit nem fogyasztotok el, azt tegyétek vissza a hűtőbe, mert akkor marad meg ez a jó kis kemény állaga. Nyilván ilyen szénhidrát csökkentett pirítóst csináltam, és akkor annyi az egész, hogy így összekeveritek, és így szépen ráhelyeztetek a paprikákat, fokhagymák, sült fokhagymát, a szét is tudjátok nyomni, hagyma, mivel mi nagyon imádjuk a parmezánt, ezért én most parmezánnal és oregánóval fogom díszíteni. Írjátok meg, hogy íz lett. A Sofi éppen az előbb jött be a kertből, és mondta, hogy úristen, az egy kedvenc előételem, úgyhogy már le is akart rá csapni, de mondtam, hogy legalább szépen feldíszítem nektek. A minap kitettem nektek Instagramra, hogy mennyi paradicsomunk van, viszont nagyon kevés uborkánk, és rengetegen írtatok, hogy hiába van csöpögtető rendszerünk, reggel este locsolni kell az uborkákat, és akkor rengeteg termésünk lesz, mert egyébként iszonyatosan felfutottak, még a fán is ott vannak, meg átkapaszkodtak a paradicsomra. És itt most lett is két kis uborkánk, egy picit még itt hagyom őket növekedni. Mert a Nara uborkát eszik uborkával, meg paradicsommal, úgyhogy hát nagyon élvezzük, hogy mindig megérkezünk, minden nap reggel megnézzük, este megnézzük, hogy mik nőttek. Úgyhogy jövőre vannak még tervek, hogy miket fogunk csinálni, lehet, hogy magas ágyásokat fogunk ide tenni. De nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk, hiszen elég tartalmas kis napi vlogunkat követtétek nyomon. Hogyha szeretnétek még ilyen recepteket, szeretnétek főzős tartalmakat például, amik miatt rengeteget szoktatok írni, akkor írjátok meg kommentben, kövessetek be a hasonló tartalmakért, és várunk titeket a csatornánkon. Legyen szép napotok! Sziasztok!